Szinte teljesen megtelt a Flash Központ színházterme november 11-én, ahol a szociális szférában dolgozókat és önkéntes segítőket köszöntötték. A szociális munka napja alkalmából a hagyományokhoz híven idén is a város szociális dolgozóinak munkáját ismerték el. A vendégeket Árva István polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte, polgármesterként és a térségi társulás elnökeként mindent megtesz annak érdekében, hogy a szociális ellátórendszer működése zavartalan legyen, és az ott dolgozók munkája megbecsülést kapjon. Tudom, hogy munkájuk során sokszor találkoznak a köszönet és a hála szavaival. De engedjék meg nekem, hogy mindazok nevében, akik ezt a gesztust önök felé bármilyen okból elfelejtették megtenni, én most bepótoljam. Köszönetet mondok mindannyiuknak. Köszönet az önkénteseknek, a civil szervezeteknek, a jó érzésű adományozóknak, és mindenkinek, aki a háttérből támogatja tevékenységünket. Kívánok ehhez mindannyiunknak erőt és egészséget. A köszöntő után elsőként a Moson-Magyaróvár város kiváló szociális dolgozója díjat adták át, amit idén Bogdány Hortenziának, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény dolgozójának ítéltek. Bogdány Hortenzia 16 éve dolgozik kitartóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel az idősek gondozóházában. Elmondása szerint meglepte a díj. Mint lehetett látni, hát én elsírtam magam, mert számomra ez egy akkora elismerés, és hogy mondjam, talán a munkámban is egy kicsit szerintem egy nagyon sokat fog számítani, mert hát van, amikor az embert azt mondja, hogy nincs remény. Az ünnepségen az önkéntes segítőket is elismerő oklevéllel jutalmazták. Ezúttal Szederkény Györgyné, Horváth Imre és Paul Reis Balázs vehette át az elismerést, akik többi közt önkéntes munkával és adománygyűjtéssel segítették a rászorulókat. Majd a jubileumi emléklapokat is átadták, többek közt Csiba Erzsébet, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője részére, aki idén 40 éves jubileumát ünnepli. Csiba Erzsébet 25 év tapasztalatát kamatoztatva, hivatása iránt elkötelezetten szolgálta a város és az intézmény lakóinak javát, idén pedig nyugdíjba vonul. A közönség vastapsal köszönte meg Csiba Erzsébet munkáját. A jubileumi emléklapok és intézményvezetői elismerések átadása után a Flexart, a Teatrum ad Flexum és a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai közös táncos zenés összeállítást mutattak be, Régen volt, igaz sem volt címmel. Csak egy tánc volt, mit tőlek értem én, azután ment minden könnyen én. A rendezvény végén Árva István polgármester pohárköszöntőt mondott. A szociális munka napján készült teljes műsort hétvégén televíziónk adásán is megnézhetik majd.